Tárgy megnevezése SCP-014, a betonember. Besorolási osztály, SAFE. Speciális elzárási eljárás. SCP-014-et a létesítményben kell tartani, karosszékben lehetőleg ablak felé nézve. A zenét rendszeresen, lehetőleg folyamatosan kell szolgáltatni. A zene nem tartalmazhat 1937 utáni darabokat. SCP-014 szobájában biztonsági kamerának kell lennie. Leírás. SCP-014 egy kaukázusi férfi, körülbelül 30 évesnek tűnik, fekete hajú, barna szemű és kissé kerekarcú. A feljegyzések szerint Robert Chatfordnak hívták, akit 1915-ben Connecticut-i Norwich elmegyógyintézetbe zártak súlyos rögeszmék miatt. Azt állította, hogy elátkozták, hogy örökké éljen, és ennek következtében lassan betonná válik. Az elmegyógyintézetet 1937-ben bezárták, és a betegeket különféle egyéb intézményekbe szállították. Az alapítvány 1900-ben figyelt fel SCP-014-re, egy olyan betegről szóló pletykák alapján, aki úgy tűnt, hogy teljesen mozdulatlan, és nem mutatta az öregedés jeleit. További vizsgálatok megállapították, hogy az alany átvétele indokolt. SCP-014 külsőre normális férfi, de úgy tűnik, nem öregszik, és semmi jelét nem mutatja az anyagcserének. Nem eszik, nem iszik, nem izzad, és semmilyen más módon nem demonstrálja életfunkcióit. Csak azért lélegzik, hogy beszéljen, és a szemétől és a hangszerveitől eltekintve minden külső jellegzetessége teljesen mozdulatlan. Soha nem jelentkezett nála felfekvés, annak ellenére, hogy helyzete évtizedek óta nem változott, izmai sem tűnnek sorvatnak. Normálisan tud társalogni, ám a bezártság óta alig ismeri az eseményeket, illetve nem érdeklődik irántuk. Függelék, megjegyzés. Őszintén szólva, ha úgy készítenék interjút ezzel az emberrel, hogy nem ismerem a történetét, azt hinném, hogy egy tökéletesen épelményű és jól beállított egyéniség, aki történetesen 4 végtagú. Úgy gondolom, hogy ő a végső bizonyítéka annak az elképzelésnek, hogy az elme uralja a testet. Azt hiszi, hogy beton és örökké élni fog. Ezért olyan közel van mindkettőhöz, amennyire csak lehet. Valahogy. Dr.